Miniszter úr, polgármester úr, rektor úr, elnök urak, képviselő urak és hölgyek, mindenkit szeretettel köszöntök. Folytatom azokat a gondolatokat, vagy azoknak a fonalát, amit Szolák polgármester úr elmondott. Valóban egy nagyon jelentős bizonytalanságban élünk, háborúval a szomszédunkban, senki nem tudja azt a kérdést megválaszolni, hogy mikor lesz ennek vége. Senki nem tudja megválaszolni azt, hogy kik vonódnak még be, ha bevonódnak, és senki nem tudja megválaszolni azt a kérdést, hogy eszkalálódik-e ez a konfliktus, és lehet, hogy vége van az átomismert világnak, vagy nem. Ez nagyon-nagyon fontos kérdések. Ugyanakkor tavasz biztos lesz. Vetni kell. Ősszel be kell adatni a termés. Most indulnak a szezonok, főleg a kukorica, napraforgó, valamit kell csinálni a terménye. Enni fognak az emberek, abban biztosak lehet. És egy ilyen bizonytalan helyzetben, hogyha egy kicsit fejében elkerülök a mindennapokból, szoktam ezt mondani, akkor néhány egyszerű kérdésre válaszoljunk, hogy megtaláljuk az irányt, a fonalat. Mihez kell igazodni? Először is. Lesz-e 200 év múlva Európai Unió? Én szerintem biztos nem lesz. Szerencsére nem tudom megcáfolni, tehát majd 200 évvel találkozunk, akkor meglátják, nekem lesz igazam. De ez egy történeti képződmény volt, megszületett valamikor, egész más felé fejlődött, de szerintem 200 évvel nem lesz Európai Unió. Lesz-e 200 év múlva Magyarország? Második kérdés. Hát ez szerintem nem is kérdés, itt vagyunk már 1000 éve, talán ha 5 olyan ország van és nemzet a világban, amely jogfolytonosan több mint 1000 éve államiságot tart fenn a saját lakóhelyén, Magyarország 200 év múlva minden, valamilyen formában lesz magyarokkal együtt. És a harmadik kérdés, mi is lehetne más, lesz-e 200 év múlva Debrecen? Hát ne vicceljenek, hát itt vagyunk a Hortobágy mellett a Magyar Alföld kellős közepén, biztos, hogy lesz 200 év múlva Debrecen. És akkor innentől kezdve egyszerű az iránytű visszatanálni ahhoz, hogy mi a lényeges és mi nem. Jön az Európai Unió mindenféle bolondériával. 200 év múlva nem is vannak rá emlékezni. Tehát meghallgatjuk őket, vitatkozunk velük, de ne vegyük őket komolyan. Mert egyébként önmaguk sem vehetik magukat komolyan, hogy egy kicsit belegondolunk néhány egyszerű ténybe. Ha valaki átböngészi azt a feltételrendszert, amit az Európai Unió most megkövetel a balkáni tagjelöltektől, vagy Ukrajnától. Tehát azon feltételrendszer alapján az Európai Unió a tagságára kevesebb, mint 6 jelenlegi tag alkalmas. Minden Franciaországot kéne kizárni egyébként, már Maastrichti kritériumok. Vagy Olaszországot azon, hogy az alapítókkal kezdjük, vagy Spanyolországot. Tulajdonképpen 6 országon kívül mindenki ki kéne zárni az Unióból, ha azt komolyan venni az Unió, hogy milyen feltételeket követel meg a tagoktól. Na, ennyire kell komolyan venni. De mondok egy más példát. Most ugye megy ez az őrület, zöldítés, zöldfordulat, megköveteljük mindentől, főleg az agráriumtól, az élelmiszeripartól. Először is egészen egyszerű, könnyen belátható tényeket nem veszünk figyelembe, csak nem beszélünk róla, nem majd minden megmondom, vagy esetleg utalok rá, hogy miért. De gondoljunk a következőbe bele. Mi a legnagyobb ellenség? Széndioxid. Igaz? Biztos vagyok abban, hogy az emberiség eddigi történetének 99,99%-át úgy töltötte el, hogy az a műfaj, hogy szénsavas ital nem létezett. Mert vizet ittunk. Na most az a helyzet, hogy ma a söripar az egyik legnagyobb széndioxid, ágazati szinten, közlekedésen mindennel együtt, a söripar és az üdítőital gyártás az egyik nagyon legjobb vízfogyasztású és széndioxid kibocsátású ágazat. Mert hát, ha megiszi mindenki, próbálja ki, hogy nem visz nekem, igyon meg egy üveg kólát, ki fogja befőzni. De amit kibőzve van, széndioxid. Hát mi lenne más? Ebben a széndioxidot, amikor a szervezetbe beveszünk, az ki fog jönni széndioxid formában, mert ebben a formában nem tudjuk hasznosítani. Azok, akik a széndioxidot, mint fő ellensége, karbonlábnyom, rettenetes klímaváltozás, amik ezeket emlegetik, ezek közül mennyien követelték azt, hogy azonnal tiltsunk be az összes széndioxid alapú italt, mert veszélyes a klímára, beleértve a sörgyártást.
Senki. Vajon miért? Ki tudja. Mindenesetre, hogyha valakinek itt zászlót bontani lenne kedve, azt szívesen össze a sőripar, ticsuk a sört, úgy általában, mert veszélyes a klímára, azt a Loki végközében szívesen összehozom egy intenzívebb beszélgetésre, hogy kinek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. És mindjárt átértékelődik a karbonlábnyom mindolja. De ezer meg egy példát tudok mondani, amikor más, ugye, azonnal szüntessük be a kiélődző állat tartást, és helyette együnk inkább sáskát. Oké. Na de a kiélődző állat valamit megeszik. Az egyébként nő. Az nem fog szublimálni csak úgy, és elpárolni, és megsemmisül, és nem lesz, hanem akkor mindenféle egyébként a növényi rothadása jellemző folyamaton megkeresztül épp úgy kibocsátja, amit egyébként a kérődző állatok kibocsátanának. Csak ezt valahogy nem elfelejtjük, mert a kérődző állat, amit megeszik, arra nem veszünk tudomást. Tiszta őrület. És hát se szedi, se száma azoknak a hülyeségeknek, amit egyébként jelentéktelen percemberként képviselnék az unió vezetése nevében, de elmondtam, 200 év múlva ezek nem lesznek. Nem leszünk. Szerintem. Ebben a formában ez felrobbant önmagát. Innentől kezdve meghallgatjuk őket. Messze vannak Brüsszelben, jó étvágyat kívánok a sáskához, portobányi palacsintával kell tőlem, vagy küldünk nekik egy ilyen gazdó készítményeket, de foglalkozunk azzal, ami van, meg lesz Magyarország. Foglalkozunk azzal, és főleg Debrecen, foglalkozunk azzal, ami biztosan lesz. Egyébként a magyar paraszt évszázadok óta meglehetősen környezettudatosan gazdálkodik. Ha belegondolunk abba, hogy a hagyományos paraszti gazdaságok egyébként, ha valamit, akkor megvalósították ezt a körforgásos gazdálkodást a szántóföldi termesztéstől, a növénytermesztésen, a kaszálókon át az állattartást. Meg lehet tudni, ezt ma is lehet venni a vidéki népességnek, tehát minél vidékibb valaki, annál kevesebb egyébként a fel nem használható szemétkibocsátása. Azért, mert használja az eszét. Úgyhogy az, hogy nekünk mit kell itt csinálni, az világos. Itt Debrecen egy olyan város, ahol nyugodtan mondhatom, több évszázada az egyik legnagyobb európai mezőgazdasági exportot bonyolítottuk le szürkemarha elhajtásával a nürnbergi, a milánói, meg a bécsi piacokra, abból egyébként kitűnően megértünk. Tehát nekünk brüsszeli egyébként szerintem a tehenet fel sem ismerő, tehát a fiatal tehet a vikától megkülönböző nem tudó bürokraták nem magyarazzák már el, hogy akkor a kérdődő állattartásokban van. Mert egyébként nem tettünk tőle a Kárpát-Perencét, és megpróbálunk boldogulni a magunk esze után. Úgyhogy az, hogy mi a tendő, világos, egyrészt harcolni kell a brüsszeli hülyeséggel szemben, amit egyébként rendkívül veszélyesek az ötfordulatban az agráriumra nézve. Miniszter úr, tudna a jó kis történeteket, és nekem is vannak, mert találkozok ilyenekkel, hogy tehát így, ahogy mondom, kérdezték már meg tőlem, hogy tényleg gyerek alakú, ígyjuk a hús. Mondom, hogy persze, hogy utána nyersen megeszük a lovat, tehát az igazi. Tehát a hülyeség az elképesztő, de hát hihetetlen mikkel kell küzdenünk, nem kell mondjam, küzdünk, de azért mi menjünk a magunk esze után, a magyar mezőgazdaság egyébként nyugodtan mondhatom évszázadok óta innovatív mezőgazdaság. Nem mindenki természetesen, mert nem általánosan, de innovatív technológiákat alkalmaz, új növényeket vezet be, ezekre remek termelési eljárásokat alkalmaz. Az, hogy a hülyeségre nem alkalmazok, az nem jelenti azt, hogy elfordulunk a modern technológiáktól. Precíziós földműveléssel itt mindenki hallott már, sőt az egyszerű gazdák is hallottak, csak meg kell kérdezni. És egyébként azt kell mondjam, hogy a magyar mezőgazdaság egy rendkívül jó szervezett, innovatív, és a magyar GDP-hez nagyon jelentős mértékben hozzájáruló ágazat. Arról elbeszélve, hogy a legfontosabbról ne feledkezünk el, ebből élünk. Ez a nem lenne mezőgazdaság, akkor konkrétan csak sáskán nem tanítson senkinek, hogy sáska diétát próbáljon ki, bár a portoványon van gazdag. Úgyhogy ezek a kiállítások, ez a Farmer Expo, és köszönet a Baszkó családnak azért, hogy ezt folyamatosan mindenfajta nehézségben együtt csinálja, meg a támogatóknak,
Azért fontos, mert ilyenkor lehet olyan emberekkel, olyan technológiákkal, eljárásokkal találkozni, beszélgetni, tapasztalatot szerezni, akik tényleg, akik, hogyha véget a bárányok, olyan, hogy ebben ezt a kecskét hallgathassák már el. Mert képes megtudni ezeket, és nem gondolja azt, hogy a természetes gyep az úgy néz ki, mint a wimbledoni teniszpálya. És hogyha megjelenik benne egy talpas mohor, akkor már úristen, akkor mérgezzük halálra a környezetünket, csak az, hogy egy talpas mohor kiszedjük, az egyébként nem volt való csenkeztőszünk. Úgyhogy én magam is érdeklődéssel fogok végig menni a pultokon, és azt kívánom mindennek, hogy együnk, ígyunk jókat, beszélgessünk, és sose keseredjünk el. Második Szulejmán, Genghis Khan, Josip Tiszajonovics, komolyabb figurák voltak, mint Ursula von der Leyen. Most azokat is mind túlértük. Ezt is túl fogjuk élni, csak a hülyeség ne jól. Köszönöm szépen!